Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók okozta energiaválság jelentősen meghatározza az idei év gazdasági folyamatait. A kormány továbbra is elsődleges feladatának tartja a családok és a munkahelyek védelmét, valamint a nyugdíjak értékének megőrzését. Az ehhez szükséges forrásokat biztosítja a költségvetés, ugyanakkor a pénzügyek egyensúlyi mutatóin javítani kell. A kormány ezek figyelembevételével készítette el a hosszabb időre előremutató konvergencia programját. Zoltán és vendége folytatja. A Nézőpont Intézet elemzője Rotyi is Bálint a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor egy hosszú távú programot dolgoz ki a kormány? Egy olyan időszakban, ami a koronavírus járvány utáni időszak, és hát egy háborúval terhelt időszak. Hát azt lehet mondani, hogy a jelenlegi körülmények nem egyszerűek, bármelyik kormány számára sem, hisz nagyon sok válságtünet jelentkezik világszinten, amit meg kell próbálni kezelni, és hát azért itt csak olyan problémákról beszélünk, amik ugye nem Magyarországból eredeztethetőek, hanem külföldi irányból érezhetőek, és hát sajnos például a háború menetére Magyarország egy maga nem tud döntő szót gyakorolni, tehát ezekkel mind számolni kell. Most a 2010 óta hivatalba lévő fidesz KDMP kormányzat számára mindig is a kiszámíthatóság, a stabilitás, volt a legfontosabb szempont, amikor a pénzügyekről beszéltünk. Hogy a magyar gazdaság alapját jelenleg és azóta is a munka jelenti. Ugye nem egyszer szokta hangoztatni a kormányzat, hogy a magyar gazdaság az egy munka alapú gazdaság, és lényegében ebből, ebből a megtermelt értékből próbál mind a társadalom, mind pedig az ország élni ami azt jelenti, hogy teljesen más filozófiát képvisel a jelenlegi kormányzat, mint a 2010 előtti Gyurcsány Bajnai kormányzat, amely egy segélyalapú alapú gondolkodás képviselt, és együtt járt az ország eladósodásával és a csőd közeli helyzetnek a kialakulásával. 2010 óta ebben gyökeres változás történt. A magyar kormányzat minden évben odafigyelte arra, hogy a gazdaság ne csak kiszámítható módon fejlődjön, hanem közben a hiány is lehetőleg a bűvös 3% arat maradjon, és lehetőleg GDP arányosan a magyar államadóság mindig csökkenjen valamelyest. Ennek nagyon komoly eredménye volt, hisz míg a 80%-os GDP hiányról hogy a, a jelenlegi jobbadali kormány átvette a stafétát, már már sikerült megközelíteni az unióban elvárt 60%-os hiányt, majd jött sajnos a koronavírus és a háború, ezek újra megnövelték a hiányt, viszont látszik, hogy a jelenlegi konvergencia programban is 2027-re a pénzügyminisztérium már egy 56%-os GDP hiánya számolt. számol, tehát ez már jóval a 60%-arat van, tehát ez azt mutatja, hogy a jelenlegi kormányzata kedvező éveket, vagy a jó éveket láthatóan arra használja ki hogy amellett, hogy a gazdaság fejlődik és felzárkózik az unió, az ezzel párhuzamosan a hiány és a költségvetési stabilitás egy pozitív mutatóba csapjon át. Mit támaszthatják alá ezeket a számokat? Kérdezem azért is, mert a, a gazdasági növekedés kulcskérdés, amihez pedig az inflációnak van óriási köze szerepe. Idén 1% százalék körüli gazdasági növekedést prognosztizálnak, jövőre viszont már 4 os növekedést várnak. Tavaly pedig közgazdászok, a pessimistább közgazdászok azt mondták, hogy idén földbeállhat a magyar gazdaság és elbocsájtási hullámról beszéltek, hogyha 0% fölött, tehát pozitív tartományban marad a gazdaság, akkor a növekedés üteme az gyakorlatilag megmaradhat. Ennek mi lehet az alapja? Ugye a jelenlegi kormányzat az nagyon odafigyel arra, hogy mind a háború, mint a szankciók negatív gazdasági hatásait folyamatosan ellensúlyozza. Ennek a nagyon komoly eredménye az, hogy sikerült a munkahelyeket megvéden, ugye jelenleg is a foglalkoztatottsági rát az 77%-on áll, ami egy nagyon jó értéket gondoljunk bele 2010-ben, amikor a kormányváltásra került sor, akkor ugye mindössze 62 volt a foglalkoztatottsági ráta, tehát egy nagyon komoly javulás sikerült elérni és ezt sikerült megtartani, sőt hát a miniszterelnök úr Tusnás fürdői beszédéből tudjuk, hogy a kormányzat célja, hogy 2030-ra ez a rát, ez 85 legyen, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kormányzatnak egyértelmű célja, hogy tényleg mindenki, aki tud és szeretne dolgozni, az biztos munkát találjon, és ugye a, a Másik, ami az alapját jelenti, hogy amellett, hogy biztosítja egyrészt az iparnak a működését, illetve a munkahelyek megtartását, ugye a kormányzat közben arra is nagyon odafigyel, hogy lehetőleg azok a társadalmi rétegek, akik érzékenyebben reagálnak egy válságtünetre, tehát kiszolgáltatóbbak, azoknak az élethelyzetese romoljon, tudja, hogy ezeket a károkat mérsékelni, itt egy, ugye itt elsősorban itt a családtámogatási rendszer megtartására, megerősítésére érdemes gondolni, más nyugdíjak értékének a fenntartására érdemes gondolni. Tehát ez a munkahelyvédelem, a nyugdíjak védelme, illetve a családtámogatási rendszer védelme, ez az a három fő elem, ami a magyar gazdaság, illetve a magyar társadalom stabilitását jelenleg biztosítja. A hosszú távú, fenntartható gazdaság szempontjából a demográfiai fordulat, az mennyire fontos? A demográfia az egy rendkívül fontos kérdés, hisz az európai országok mindannyian azzal a helyzetes szembesülnek, hogy egyre több az idős, egyre több akiket hát el kell tartani, hisz koruknál fogva már nem tudnak a munkaerőpiacon helytállni. Ez értelmeszerűen a nyugdíjkiadásokban, illetve az egészségügyi kiadásokban is tetten érthető. A magyar kormány válasz erre egy, egy, egy hosszú távú program, ami egy nagyon komoly családtámogatási programban, egy komplex családtámogatási programban teljesedik ki. Ugye ennek az a célja, hogy a magyar születésszámot növelje, növelje a magyar gyermekeknek a számát. Azt tudjuk, hogy azért a magyar fiatalok szeretnének több gyermeket is vállalni, csak nagyon gyakran a vágyak, illetve a betegsült gyermek száma az nem igazodik egymáshoz, éppen ezért a kormány kormány 2010 óta egy nagyon komplet családtámogatási rendszer dolgozott ki, az 1,2-es termékenységi rátát 1,5-re sikerült feltornázni, viszont itt még van munka, és azért a 2,1-es rátát még el kell érni ahhoz, hogy a társadalom önfenntarthatóvá váljon, viszont azáltal, hogy egyre több és több gyermek születik, a segít abban, hogy ezek a gyermekek idővel belépjenek a munkaerőpiacra, és így a Idősek számát, vagy hát azoknak a növekedését megpróbálják valahogy kompenzálni. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a elkövetkező évtizedekben például a nyugdíjakat az állam továbbra is tudja biztosítani az idősek számára. 2010-ben az Orbán kormány célul tűzte ki, hogy olyan eszközöket vezetnek be, amelyek a kívánt gyermekek megszületését segítik, és hát valóban a kormányfő is arról beszélt, hogy 1,2-es termékenységi rátáról 10 év alatt 1,5-re sikerült elérni, de a kívánt az az lenne, hogy 2,1 százalék legyen. Most jelentősen emelkedik a falusi sok, átalakul a babaváró hiteltámogatása. Milyen eszközökre lehet még szükség egy olyan területen, ami azért az egyik legszemélyesebb, Döntést jelenti az ember életében. Ugye itt, a, itt, itt szintén a legfontosabb szempont mindig a stabilitás és a kiszámíthatóság. Ugye a magyar családpolitika alapját azt jelenti, hogy a család összege az nem csökken, hanem minimum a kormányzat évről évre szintre tartja, de inkább növeli ennek az összegét. Tehát bárki, aki gondolkozik gyermekvállalásban, hisz azért az mégis egy hosszú távú projekt, nyilván számára a kiszámíthatóság, a stabilitás az egy nagyon fontos érték, függetlenül mondjuk a támogatás összegétől is. Viszont ugye látjuk most is, hogy a kormányzat felismerte azt, hogy egyes lábai a támogatósoknak már nem megfelelőek, például a városi csokra gondolok, épp ezért itt egy olyan Gondolkodás kezdődött el, amely ezt a rendszer képes hatékonyabban kiváltani, tehát egy célzottabb, illetve hatékonyabb családtámogatási intézkedés sorozattal érdemes számolni. És ugye nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy mindezeket a családtámogatási intézkedéseket úgy sikerült a magyar kormánynak fenntartani, hogy egy COVID volt mögöttünk, illetve egy háborúban, illetve egy, gazdasági, egy nemzetközi gazdasági, kedvezőtlen gazdasági környezetben vagyunk. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy még a nehéz időkben is a kormányzat a családtámogatási intézkedéseket fenntartja, tehát akik gyermeket akarnak vállalni, azok pontosan tudják, hogy bármilyen évek is következnek, ezek az intézkedések fent fognak maradni. Rotis Bárinnak köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.